A Dunajvárosi Hisz meleg étellel várta a rászorulókat a Városháza téren. A Pentele Hagyományőrző Egyesület dr. Radnai Éváról emlékezett meg. A Széchenyi István gimnáziumban kultúranapi versenyeket rendeztek. Köszöntöm nézőinket, Önök a D+ TV híradóját látják. A Dunajvárosi Híd gyülekezete szeretetszolgálata ismét ingyenes melegétellel várta a rászorulókat pénteken. A Városháza tér megtelt emberekkel, akiknek ezúttal 250 adag rizsás hússal kedveskedtek. Ahogy a felvételeken is látszik, hatalmas szükség volt a jótékony megmozdulásra, hiszen az emberek végeláthatatlan sorban álltak az ételért. De nem csak a rászorulókból, hanem az aktivistákból is akadt bőven. Talán azért is történt így az életemben, mert nem egy olyan háttérből jövök, ahol nagyon adakoztam volna valaha is, vagy azt mondom a családom is, úgyhogy ez egy nagyon fontos dolog volt az életemben, hogy mind a mellett, hogy meg is térhettem az, hogy aktívan részt vehetek ilyen adománygyűjtésekben is akár, vagy pedig az ilyenfajta ételosztásokban. Az ételt ismét az Anna Pecsenyes sütője munkatársai biztosították, akiket a Dunajvárosi Híd gyülekezete szeretetszolgálata kér fel az ilyen eseményekre. A Pecsenyes sütő tulajdonosa pedig szívesen vállalja a feladatot, hiszen fontos számára az, hogy segíteni tudjon. A 250 adag ételhez pedig nem kevés alapanyagra van szükség. 20 kg húsból készül, 25 kg tarhonyából készül, és a gyülekezettel egyeztünk meg. Ők kérnek fel mindig arra, hogy mi készítsük el az ételt, és akkor kijövünk, és kiadjuk a rászorultaknak, mert úgy néz ki, hogy igen, csak igény van rá időről időre, elég sűrűn, mindig elfogy, amit készítünk, és nagyon hálásak az emberek érte. A gyülekezet vezetője azt mondta, hogy nem csak a fedél nélkülieket várták a Városháza téren, hanem azokat a nagycsaládosokat is, akiknek hatalmas segítség lehet egy adag étel is. A rizsás húst helyben is el lehetett fogyasztani, de az elvitelre is lehetőség volt műanyag ételes dobozban. Ezeket a szervezők biztosították, ahogy a műanyag tányérokat és evőeszközöket is. A tapasztalatok szerint sajnos mindig nagy az érdeklődés az ehhez hasonló megmozdulásokra. Hát tulajdonképpen nem csak helyben fogyasztásra van lehetőség, hanem elvitelre is, tehát ezt úgy próbáltuk megoldani, hogy elvihető az étel, tehát aki nem szeretné itt elfogyasztani a téren. De egyébként a szeretetszolgálat nem csak a Városháza téren megrendezett ételosztásokkal készül, hanem egyéni megkeresések során ételadományokkal külön megkeresünk családokat, akik ezt igénylik. A Dunajvárosi Híd gyülekezete szeretetszolgálata még tervezi a jövőben is a hasonló jótékony akciókat. Pénteken a Pentele Hagyományőrző Egyesület emléktáblát állított dr. Radnai Éva szülész, fogász és gyermekorvos emlékére az óvárosi rendelő épületénél. A táblát Tóth László készítette. Pénteken délután 4 órakor a Pentele Hagyományőrző Egyesület tagjai összegyűltek, hogy megemlékezzenek a 2016-ban elhunyt dr. Radnai Éváról, aki 3 generációt kezelt és gyógyított 55 éven át. A Pentele városrész egyik legendás házi orvosának, dr. Radnai Évikének állítunk egy emléktáblát, mivel szinte Pentelével összenőtt, 55 évig gyógyította a Penteleéket, nyugodtan lehet mondani, hogy 3 generáción keresztül. Nagyon sok embernek, így nekem is az édesapámat, még a gyermekeimet is, meg jó magamat is, tehát egy nagyon nagy tekintélyű orvos volt, és egy nagyon rendes közéleti ember, aki közvetlen volt mindenkivel, mindenki szerette. Az eseményen énekkel és verssel emlékeztek meg a doktornőről. Ezután leleplezték az óvárosi rendelő falára helyezett márványtáblát, amelyet Tóth László készített. A megemlékezésen jelen volt a doktornő 2 fia is.
Első gyermeke Varjas Péter elmondta, hogy édesanyja szerette a családját, a barátait, a kollégáit, a betegeit, és a hivatása volt az élete. Dr. Radnai Éva Pentele és a környező falvak körzeti orvosa volt, szülészként, fogászként és gyermekorvosként is dolgozott, valamint a ruhagyár üzemorvosi munkáját is elvállalta. Munkásságát Pro Pentele és Pro Urbe díjakkal is elismerték. Az élete kalandos volt, ha lehet azt mondani, hogy a világháború és a vészkorszak ideje az mennyire volt kalandos, de inkább szörnyű és borzasztó. Ezután kezdte ő el az egyetemi tanulmányait Szegeden, ott kapott orvosi diplomát, és tulajdonképpen az első hely, ahol dolgozni kezdett, az Sztálin város, illetve Dunói város. Egy évet a kórház gyerekosztályán töltött, ott kezdte a pályáját, és aztán utána pedig, amíg menni tudott, amíg a betegsége ágyhoz nem kötötte, addig praktizált. Dr. Radnai Éva gyermekei hálásak a Pentele Hagyományőrző Egyesület tagjainak, akik megszervezték a megemlékezést. Varjas Péter azt is elmondta, hogy a családot nagyon meghatotta ez a kezdeményezés, és az, hogy még gondolnak az édesanyjukra. A Dunaivárosi Széchenyi István gimnáziumban pénteken tartották a Magyar Kultúra Napjához kötődő vers és prózamondó, esszéíró, rajz és népdal versenyüket. Az eseményt már 26. alkalommal hirdették meg a szervezők. Sok sikert a versenyző diákoknak, felkészítő tanáraiknak. Ezúttal a versenyt megnyitom. A Kultúra Napja elnevezésű rendezvényt a gimnázium igazgató helyettese Szűcsné Harkó Enikő nyitotta meg. Ezt követően Rohonci István kihirdette a rajzpályázat győzteseit és átadta a díjakat. Ezután kezdődött a népdalénekesek versenye, amelyen az elsőtől a 13. évfolyamig vehettek részt a diákok. Énekelni fogunk, és Sík megyei dalokat fogunk énekelni. Mi az ilyen Kárpátaljáról dalokat? Huth Wagnerné Róth Éva, a napszervezője szerint mindig nagy az érdeklődés erre az eseményre, ám a diákoknak ezúttal is be kellett tartaniuk néhány szabályt. A népdalénekeseknek csak annyi megkötés van, hogy amit énekelnek, annak egy helyről vagy egy népzenei dialektusból kell származnia. A versmondóknak, illetve az eszéroknak most az 1848-as évfordulóhoz, illetve a világháború végéhez kapcsolódóan a háború vagy annak következményeihez kötődő érzelmi töltető verseket, vagy pedig ilyen típusú novellát és eszét kellett írni. Szeméből kioltom a fényt, mintha izzó volna, tarab papírokért Isten is a húsomba marna! A harmadik emeleti társalgóban a vers és prózamondó diákok különböző korcsoportokban mérettették meg magukat. Ritkaságnak számít az, ha valaki a saját versét adja elő. Zvara Ákosban megvolt a kellő bátorság ahhoz, hogy az általa írt költeménnyel álljon a hallgatóság elé. Olyan november óta, október óta írogatok saját verseket, és volt egy ilyen háborús témájú versem, amit úgy szerettem volna megírni, hogy egy fronton harcoló katonának a belső érzéseit, a vívódásait, a gondolatmenetét, esetleg a honvágyát, az elkeseredettségét próbáljam megjeleníteni az olvasóban. És akkor mondta, hogy szerintem eltek vele, mert jó lesz, és akkor úgy gondolta, megpróbálom. A zsűrinek nehéz dolga volt, hiszen sok tehetséges fiatallal találkoztak a délután során, de elmondásuk szerint szerettek volna több saját költeményt hallani. Turi Bálint, színész és szinkronszínész Budapestről érkezett a Vers Ünnep Alapítvány megbízásából, hogy zsűritagként megtalálja és felkarolja a tehetségeket. A saját verset hozó fiatal pedig jó benyomást keltett benne. Ezeknek a helyzeteknek mindig nagyon örülünk. Volt már rá példa, azt hiszem, hogy kárpátaljai gimnáziumban jártunk még tavaly előtt, ahol egy szinte kész kis költő a saját verseit hozta el erre a rendezvényre. Voltak olyan osztálytársai, akik az ő költeményével jöttek. Ez mindig nagy öröm ilyesmit hallani, és nagyon várom már, hogy a rendezvény után beszélhessek vele, és talán tudok is neki adni egy-két tanácsot, hogyha a saját versét adja elő, akkor hogyan lehet ez még jobb, még érdekesebb.
A zsűritagok az értékelés után kiosztották a jutalmakat külön az általános és a középiskolás versenyzőknek. A színvonalas kultúra napi rendezvény elérte a célját, és nem csak a dunaújvárosi, hanem a környező településekről érkező diákok is nemes versengéssel töltötték a kulturális délutánt. Az E.ON ZRT folyamatos korszerűsítést hajt végre a hálózatunkon. A beavatkozások biztonságos elvégzése érdekében február 7-én, szerdán reggel 8 órától, várhatóan 12 óráig az Apáczai Csera János utca 7. számú lépcsőház és az épület aljában lévő vállalkozások, üzletek területén áramszünetre kell számítani. Következnek kiemelt híreink még egyszer, röviden. A dunaújvárosi hisz meleg étellel várta a rászorulókat a Városháza téren. A Pentele Hagyományőrző Egyesület dr. Radnai Éváról emlékezett meg. A Széchenyi István gimnáziumban kultúranapi versenyeket rendeztek. Munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Maradjanak velünk, mert következik az időjárás jelentéssel Főce Ramona, aki elmondja, milyen időre számíthatunk a hétvége további részében. Tartsanak velünk továbbra is, viszontlátásra! Köszöntöm nézőinket! Vasárnap többfelé lesz felhős az ég, de hosszabb, rövidebb időre előbújhat a nap. A nyugati, délnyugati szelet élénk, északon, északkeleten néhol erős lökések is kísérhetik. Hajnalban -2, +3, napközben 5-11 fokra készülhetünk. Hétfőn az ország északi, északkeleti felén lesz élénk, erős a nyugati a szél. Északkeleten, keleten kisebb eső, egy-egy zápor is előfordulhat, máshol viszont több órára kisüt a nap. Enyhe lesz a hajnal, délután pedig 9-14 fokot mérhetünk. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!